Most ért véget a bevándorlás ellenes kabinetnek az ülése. A kabinet ülése keretében meghallgattuk Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár urat és Mencer Tamás külügy és külgazdasági minisztériumi államtitkár urat, és megtiszteltek bennünket a vajdasági magyarok képviselői is a határ túloldaláról. Egyértelműen megállapítható, hogy az a helyzet, ami kialakult a magyar határon, a magyar schengeni határon, amely a délvidéki országrészt, három megyét érint leginkább, Csongrád, Bács-Kiskun és Baranya megyét, az egyértelműen a 2015-ös válsághelyzethez, migrációs válsághelyzethez hasonló jeleket mutat. Engedjék meg, hogy ezt néhány számmal is alátámasszam. Államtitkár urak tájékoztattak bennünket arról, hogy 2018-ban összesen 6506 személynek az elfogására és visszakísérésére került sor. Ez 17 főt jelent átlagosan naponta, és 2018-ban az volt a jellemző, hogy a nyári időszakban, a tavaszi nyári időszakban volt több ember naponta, a téli időszakra viszont lecsökkent ezeknek az embereknek a száma. Most november 30-áig összesen ennek a kétszeresét, 12.538 embert kísértek vissza a tranzitzónába, 37 embert naponta, és itt pedig az a jellemző, hogy az elmúlt két hónapban, október és novemberben emelkedett meg a napi visszakísértek száma. Ezt egy tegnapi adat is alátámasztja, mert mint mondtam, 37 az átlagos napi visszakísérés, tegnap 82 embert fogtak el, 21 esetben történt ez a 82 fős elfogás. Ha az embercsempészeket nézzük, akiket elkaptak és akik ellen eljárás indult, az 2019-ben összesen 129 főt jelent, és most november 30-áig már 126 főt jelent, és most november 30-áig már 129 embert kaptak el, és állítottak bíróság elé. A magyar rendőrök és a magyar honvédek természetesen azt a feladatot, amivel ellátták őket, a határőrizeti feladatot, amelyen Magyarország függetlenségét és a magyar emberek biztonságát és szabadságát garantálják, nagyon magas színvonalon végzik el a továbbiakban is, de egyértelműen megállapítható, hogy nő a tiltott határátlépések száma, és most aztán ami a csövön kifér, tehát minden eszközzel élnek, földön, föld alatt, vizen, egyenként, bandákba verődve, vasúti kocsikba szerveződve, kamionokon, tehát minden, ami elképzelhető, a kerítésen átmászva, a kerítést megszaggatva, hogyha vannak ilyen eszközeik, már pedig vannak ilyen eszközeik, mert ezekkel az embercsempészek ellátják őket, vannak egyéb eszközeik, amelyekkel tájékozódnak, és természetesen felvilágosítják őket. Olyan információink vannak, hogy a Helsinki Bizottság óriási erőkkel dolgozik a túloldalon, azon, hogy ezeket az embereket mindenféle jogi segédlettel ellássa, sőt, ajánlanak nekik ügyvédi irodákat, akik erre specializálódtak. Ugye mindenki előtt ismert, hogy a magyar állam fizet ügyvédeket, hogy a jogi képviseletüket ellássa a hazánkba egyébként normális úton, a tranzitzónán át, a beadványokkal, regisztrációval bejelentkezőket segítse. A Helsinki Bizottság egy alternatív útvonalat kínál, nem csak a valóságban, mármint nem csak a földön nekik, nem csak ezt szervezi meg, hanem a jogi berkekben is felvilágosítja őket. Ez véleményem szerint teljes egészében elképesztő, és Magyarország érdekeivel és a magyar emberek döntésével teljes egészében ellentétes, amit művelnek. Vannak itt, mielőtt még rátérnék arra, hogy mit tapasztalunk a határ túloldalán, illetve mit mondtak a vajdasági magyarok, azért engedjenek meg, hogy az úgynevezett tartalékokról is beszéljek önöknek. Itt mindig a török-európai uniós megállapodás szóba kerül, és ott a Törökország területén lévő
migránsokkal kapcsolatban több számadat lát napvilágot. Általában ezt a 3,6 milliót szokták meghatározni. Ezek a regisztráltak. De van egy csomó, aki nem regisztrált. És az ő számukat 1 és 3 millió közé teszik. Döbbenetes. Tehát akik még Törökországban vannak, az 1 és 3 millió közé, és még egy számot engedjenek meg, a török hatóságok a déli és a keleti, illetve az északi határaikon, tehát nem az Európa felé lévő határokon, a november 30-áig 405.253 ember tartóztattak föl, akik még Törökországba kívántak menni 11 hónap alatt. Tehát 405.253 ember, ez 60%-kal több, mint a 2018 egészében feltartóztatott emberek száma, és óriási meglepetés egyébként ezeknek az embereknek a származási helye. A első helyen az afgánok vannak 180 ezerrel, pakisztániak 62 ezerrel, és aztán jönnek csak a szírek 50 ezerrel, akik Törökországba szeretnének bejutni. És akkor itt még engedjenek meg néhány dolgot, hogy megemlítsek önöknek. A vajdaságiak elmondták, hogy ők is ugyanazt tapasztalják, hogy a 2015-ös év köszön nekik vissza, és ők is az elmúlt két hónapban tapasztalták azt, hogy megnövekedett a határ túloldalán a magyar településeken lévők száma. Ez általában két irányt vesz, két olyan irányt vesz, amely Magyarország felé lehet jönni. Ugye Magyar Kanizsa, Martonos és Horgos az egyik irány. Magyar Kanizsa ugye egy ilyen nagy község önkormányzatot, 13 kisebb település van. Ezt a három települést, ezek határközeli, magyar határközi települések, ezért ezeken a településeken tapasztaltak növekedést. 4-500 ember van, folyamatosan figyelik őket, munkacsoportot hoztak létre még erre egyébként 2015-ben. Naponta 4-500 ember, 4-500 migráns kóborol ezen a három településen. Naponta 150 új embert tudnak itt, vagy láttak itt ezeken a településeken. És van még egy nagyon fontos megfigyelésük, hogy gyakorlatilag ezek teljes egészében férfiak. Tehát gyerekek, nők elvétve fordulnak elő, és a férfiak közül is a 30 év alattiak. Tehát ezeket, ha nem akarjuk nagyon túlbonyolítani a helyzetet, küldik. Azért küldik, hogy valamit teljesítsenek ezek az emberek. Tehát egyértelműen nagyon veszélyes a helyzet, az ottani lakosság rendkívüli módon fél, és hát nagyon bizonytalan a helyzetük. És van még egy rész, Szabadka felé is elindultak, ugyanis Szabadkán keresztül lehet eljutni a határra Kelebiába. És Kelebiánál pedig hát óriási a kamion feltorlódás, ugye a határon ott várnak a kamionosok, és ezek csapatostól megrohanják a kamionokat. Tehát a kamionosok azok naponta számolnak be több olyan támadásról, amit eddig ugye ott Calais-nél láttunk, tehát Nyugat-Európában volt ez divat, ez most itt a magyar határnál ismét felerősödött. Ugye azt is tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokszor kamionokban elbújva, vagy kamion alá befészkelve magukat jönnek át a magyar határon, több ilyen elfogás is történt egyébként a magyar oldalon. Másrészt pedig a vasútállomáson várják azokat a szerelvényeket, amelyek Magyarország felé indulnak Szabadkán keresztül, és ott ugyanezzel a módszerrel, vasúti kocsik alatt, minden elképzelhető helyen, áru között megbújva próbálnak átjönni Magyarországra. A vajdasági magyarok egyébként ugyanazt kérik, amit a munkacsoport megállapított. Tehát azt, hogy a magyar kormány az továbbra is tartsa fönt a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, és az annak megfelelő összes szigorú határőrizeti intézkedés. Tehát ha úgy tetszik, akkor a műszaki és a jogi határzárnak egész biztosan kell, tehát nagy biztonsággal kell működnie, átjárhatatlanná kell tenni a két ország határát. Ez egyébként odát azért jó, mert akkor nem ebbe az irányba indulnak el egyébként a,
az illegális migránsok, tehát hogyha érzik, hogy itt ez a határ ez nagyon stabil, akkor ebbe az irányba kevésbé fognak elindulni. Mi nálunk ugyanez a helyzet, tehát mi ma azért lehetünk biztonságban, azért lehetünk Európa legbiztonságosabb országa, mert a határzár, a műszaki és a határzár az stabil. Tehát ha mégis valamilyen eszközzel azt valaki leküzdi, akkor elkapjuk az ország bármely területén. Tehát ha az ország bármely területén elfogják, akkor ezt az embert visszakísérik a tranzitzónába. És most már attól se kell tartanunk, amit a hazai ellenzék a gazdáik irányítása mellett kórusban kiabált, hogy itt micsoda bánásmód van a migránsokkal, mert hogy fogvatartás, rabosítjuk őket, stb. Ismerik ezt a gondolatot. A Strasbourg-i bíróság két héttel ezelőtt világosan kimondta, hogy a tranzitzónák üzemeltetése Magyarországon biztonságos, Magyarországon a normális belépést biztosítja, és az ott való jelenlét az nem számít rabosításnak, nem számít fogvatartásnak. Tehát teljes egészében igazolta a magyar kormány tranzitzónával kapcsolatos intézkedéseit. Mi mindig azt tartottuk szem előtt, hogy azt mondjuk, azt képviseljük, hogy a Nyugat-Balkán az egyébként migrációs szempontból is Európa biztonságának és a magyarok biztonságának, a határok megvédésének a kulcsa. Ez egyébként most itt teljes egészében bebizonyosodott. Úgyhogy továbbra is fenn kell tehát tartani a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, és még egy dologra hívja fel a figyelmet a kabinet, hogy jól látható, hogy az a terrorveszély, nem véletlen mondtam azt, hogy azt tapasztalják odaját is, hogy 30 évnél fiatalabb, életerős, kiképzett férfiak érkeznek a határa. A terrorveszély az továbbra is fennáll. Tehát hiába győztük le az iszlám államot Közel-Keleten, Kurdisztánban, Szíriában és Irakban, ugye felszámolódott az állami tevékenységük, ha úgy tetszik, megmaradtak azok a sejtek, megmaradtak azok a lehetőségek számukra, hogy terroristákat képezzenek át, és azokat Európába küldjék el. A illegális bevándorlás, ez többször beigazolódott, és a terrorizmus kéz a kézben járnak. És most ezt a veszélyt is továbbra is látjuk, ráadásul úgy, hogy most igazából nem is kell feltétlenül katonának kiképezni valakit, ez jól látható a londoni és a hágai eseményekből, hogy terrorcselekményt gomnyomásra hajtson végre. És ráadásul itt van az advent időszaka, ez az európai keresztény kultúrkörnek egy nagyon fontos ünnepe, a várakozás ideje, és ilyenkor adventi vásárok, adventi forgatagok vannak a különböző nagyvárosokban, és mindenféleképpen ezt meg kell tudni védeni nem csak a keresztény kultúránkat, hanem az európai életformánkat és az összes európai embernek a biztonságát.